Megyejárás keretében ismerkednek a helyi civil szervezetekkel a miniszterelnökség munkatársai. A Zalai körút harmadik állomásán, Keszthelyen kötetlen eszmecserét folytattak a város aktív civil szervezetei, a civil kapcsolatok és nemzeti konzultáció főosztály képviselőivel. A program kiemelt témája volt a források hatékony igénylése és a pandémia hatása a szférára. Lakossági kérésre megszüntette az egyház a balatonberényi hajnali harangszót. Az önkormányzathoz már 2017-ben érkezett megkeresés a lakók részéről, a legutóbbi testületi ülésen azonban elhangzott, a hivatal nem kíván az egyház döntéseire hatást gyakorolni. Akkor a reggeli harangozás tiltása csak a nyári időszakra vonatkozik.